Csodás este. Egy ilyen éjszakán kedvem támad vért inni. Üdvözletem, El Grande volnék, és ebben a videóban nem másról lesz szó, mint a Helsing Ultimate ováról. Bár eddig a csatorna előszeretettel a horror és elmebeteg filmekre épült rá, de most kerüljünk vissza egy kicsit a kezdetleges kiépüléshez, mivel ugyebár én animéket is szerettem volna itt reklámozni, csak mostanában nem igen jött meg az ötlet, vagy a hajlandóság, hogy én ezt bemutassam, mivel feltételezem, hogy a 2001-es tévésorozatot mindenki ismeri, vagy legalább hallott róla, ezért most a többség számára valószínűleg ez még lehetségesen ismeretlen, 2006-ban indult az OVA sorozat, és ez fogom bemutatni. A Helsing eredetileg egy 1997-ben indult japán képregény sorozat, azaz manga volt, ami 2008-ban futott be, és szinte a megjelenés után azonnal tömegkultusz alakult ki körülötte. Ez teljes egészében a zseniális stílusnak volt köszönhető. A Helsing leginkább olyan, mint Tarantino vagy Eli Roth legvadabb álma. Vámpírok, zombik, vérfarkasok, szektások, keresztények és okkultisták írtják benne egymást, mint az állat. Ömlik a vér, pózőrködés, stílusos beszólások és a leszakadó végtagok tengerzöme. A siker hatására 2001-ben készült is egy 13 részes anime belőle, de annak készítői belerohantak a képregény feldolgozás legnagyobb hibájába, úgy próbáltak adaptációt készíteni, hogy még nem volt elegendő nyersanyag hozzá. Persze ők sem érdemelnek megrovást, ez is egy nagyon szép munka volt, amit ők így összehoztak, sokaknak máig kedvenc animéje, de az igazi rajongók, akik a hiteles képregény adaptációra vártak, hát az 2006-ig hoppón maradt. Majd jött 2006, imáink meghallgatásra találtak, ugyanis elindult az új Helsing sorozat, az Ultimate, ami maximális hűséggel kezdte el feldolgozni Hironoko Ota lassacskán végéhez közeledő klasszikusát. A Satellite Studio gyönyörű minőségi ovákat kezdett el készíteni a mangából, amit úgy kell elképzelni, hogy évente nagyjából két rész készül el belőle, de azokat egyenként 45 percre tervezik, és mindegyik egy-két kötetet dolgoz fel a mangában. A készítés ugyan 2008-tól a Madhouse stúdió vette át. A minőség egyáltalán nem változott, gyönyörű karakterek, fantasztikus zenék, bár utóbbi stílusa eléggé eltér a 2001-estől, de hát istenem. És hát ki se felejtsük azt a brutális látványvilágot. És hát Alucard nem viccel, ha azt mondja leharapom a fejed, az szó szerint fogja érteni. A történetről egy pár szót. Túl sokat nem kell tőle várni, igaz, hogy van, de igazából csak arra jó, hogy minél látványosabb és hangulatosabb legyen a darabolás, és bravúrosan megírt pár beszédeket valamilyen módon összetartsa, mint amikor valaki egy nagyon jó pornófilmet szeretne készíteni, de azért tesz bele némi történetet, hogy egy kicsit csavarosabb legyen a dolog. A lényeg, hogy Angliában létezik egy speciális szervezet, a Királyi Protestáns Lovagrend, vagy más néven a Helsing Intézet, ami arra szakosodott, hogy a Sziget Királyságra veszélyt jelentő élőhalottakat és más brutális szörnyeket rövid távon hidegre tegye. Az intézet élén egy nő, Sir Integral Fairbrook Wingates Helsing áll, aki 12 évesen vette át apjától az intézet vezetését, irányítása alatt pedig több száz hű katona, egy gyilkológép komornyik és minden idők legerősebb ősvámpírja Alucard áll. Az, hogy Alucardot egész pontosan mivel is vette rá a saját fajának kiirtására, ez maradjon titok. Ez majd a sztoriba kiderül. A sztori kezdetén Integral beküldi Alucardot egy kis faluba, ahová egy vérszívó lelkész érkezett egy hónapja, és stílusosan zombivá alakította az egész környéket. A helyzetben ront, hogy a rendőrség a Helsing érkezése előtt már a helyszínre küldött egy különleges rendőri alakulatot, köztük a 19 éves Seraph Victoriát, aki hamarosan az egyetlen élő ember marad a környéken. Mi meglepő. A vámpír végül őt is elkapja, pont amikor Alucard megérkezik és lemészárolja a zombikat. A Helsing vérszívója egy lehetőséget kínál fel Victoriának, akit a lelkész utolsó esélyként túsznak használ. Az egyik, hogy meghal. A másik az, hogy rajta keresztül szafatokra robbantja a mögötte álló lelkészt, viszont felajánlja vérét, és ő is egy halhatatlan vámpír lesz, és egyben a Helsing ügynökévé válik. Hát nyilván a kis csaj az utóbbit választja, majd egy pisztoly dörrenés után egy föld alatti kriptában ébred, mellette a vigyorgó Alucarddal. Hát ennél szebb ébredést kevés nő tud elképzelni. És ezzel el is indul a pályafutás ebben a sorozatban. A részek során eleinte három,
Alucard, Serász és Integrál, majd 4 Bernadotte kapitány harcát követhetjük végig az élőhalottak és mestereik ellen, hol közvetett, hol többnyire közvetlen módon. Az első két részben ugyan szinte semmi eltérés nincs az eredeti sorozathoz képest, a harmadik résztől viszont teljesen eltér, ugyanis abban szerepel Elena és Incognito helyett itt a neonáci Lecce Bantalion lép be a fő ellenfélként, aminek sorait vámpírok, vérfarkasok és okkultista elmebetegek alkotják, céljuk pedig nem más, mint a háború. Igen, csak a kizárólag háború, az már mindegy, hogy milyen formában, csak téphessék ketté az embereket, harcolassanak és érezzék a vérszagát. Teljesen elborultnak és elmebetegnek tűnik neked az anime? Ha igen, akkor ez nem a te animét faszim, ugyanis itt valamilyen módon az összeszereplő teljesen elmebeteg. Még ha nem is úgy jelenik meg, egy-két részen belül tutira azzá válik. Victoria például egy-két résznyi szende szűzködés után brutális üvöltések közepette tépik ketté a félelmetes tűzerejű fegyverekkel a zombikat és a vámpírokat. Alucard már fájóan pózőr módon mészárolja le hol puszta kézzel, hol kedvenc pisztolyaival, a Vatikánt képviselő rivális Iskariot intézet is jobban preferálja az elmebeteg vigyorral történő késdobálást a prédikálás helyett. De még a látszólag csendes öreg komornyik is borotva éles dróthúrokkal szecskázza fel az ellen, ha a helyzet úgy kívánja. Ezek a szereplők, de aki nem imádja mindegyiküket, meg a negatívokat is, annak baj van az ízlésével szerintem. De egy biztos, ezeknek a papoknak te nem szeretnél gyónni. Az animáció viszont szemed gyönyörködtető. A hangulat végig olyan, mint minden rész egy-egy mozifilm lenne, a stílus pedig igazából ez az anime definíciója és stílusa. Magyarországon viszont ez a verziója már nem kapott magyar szinkront, legalábbis nem minőségét. Ha létezik is magyar szinkron, én azt nem szeretném ehhez már hallani. Viszont ezzel nem a hazai szinkronizálás ellen szeretnék felszólalni, mivel én magam ugyan nagyon nagy hűrajongója vagyok sokszor a magyar szinkronnak. Csupán annyi a meglátásom, hogy az anime az egyszerű fordítást kapta meg. Eredeti nyelven képes a sorozat olyan légkört teremteni, amelytől feláll a szűr a hátunkon, középpontba helyezvén Alucardot. Amúgy, ha visszafele olvasod a nevét, egy érdekes nevet fogsz megkapni, de szerintem erre már rájöttek mindannyian. Az ő hangján Yuji Nakata szólal meg, aki egy igazi ikon japán szinkron színészetben. Őróla egyszer említést kellene tenni, mint például a Monte Cristo grófja című animével, jó magam az ő hangját a Helsing sorozaton keresztül ismertem meg, máig sokak Alucarddal hozzák őt párhuzamba, és nem csoda, hiszen a mély, érces és félelmet keltő hangja, amely a színész megszólal, a frászt képes hozni mindenkire valószínűleg. Bár a Monte Cristo grófjában a magyar szinkron zseniális lett, én legalábbis azzal ajánlom a megtekintést, de ez most nem az a videó. Összességében a Helsing mind képregényben és mind animében kiváló darab. Habár a 13 részes tévésorozat jócskán más vonulatot vesz, ettől függetlenül kellően izgalmas és sötét egy vámpír történethez. A Helsing Ultimate azonban még ennél is brutálisabb, sokkal erőteljesebb képsorokkal igyekezzik a komplex történetet bemutatni, hűen tükrözve a maga hangulatát és képi világát. A Helsing világa kötelező darab mind a horror és mind az anime műfajok rajongóinak. És hát mit is mondhatnék így finálénak? Táncolnak, és az egész pokol énekel. Köszönöm, ha itt voltál, El Grande voltam, és ez volt a Helsing bemutatója. Ha tetszett, iratkozz fel, dobj egy lájkot, és írd meg kommentbe, melyik animét szeretnéd következőre ajánlónak látni. Ciao.